Önök a Miskolc Televízió heti sport összefoglalóját, a Sportpercek adását látják. Köszöntöm nézőinket! Összeállításunkat jégkoronggal kezdjük. Az Erste Liga jégkorongbajnokság címvédője a Gyergyói Hoki Klub ellen győzelemmel folytatta szereplését a DVTK Jeges Medvék. A Gyergyó-Szent Miklósiak megfeleltek az előzeteseknek. A liga talán legerősebb játékos keretű együttese jól kezdte miskolci vendégjátékát, a második harmad elején a vezetést is megszerezték, de ezt követően viszont olyan játékkal rukkolt elő a DVTK, ami ellen nem tudott mit tenni a vendégcsapat, a kitűnő hazai produkciónak pedig 5-1-es győzelem lett a vége. A Gyergyói Hoki Klub ellen szerepelt először új fekete színű mezében a DVTK Jeges Medvék, méghozzá nem is akárhogyan. Igazolva a híreket, a címvédőtől elvárható erősségű játékkal kezdett a Népkerti Csarnokban a vendégegyüttes, bár nem hozott gólt az első harmad, de igazán élvezetes jégkorongot láthatott a több mint 1000 fős publikum. Aztán a második periódusban fokozta a tempót a piros-fehérben látható Gyergyó, 21 másodperc elteltével megszerezték a vezetést. Erre 2,5 perc elteltével szintén 5-5 elleni játék során jött a válasz, az egyenlítés, Razumnyak vette be a vendégkaput. 1-1-es döntetlenről indult aztán a záró harmad, aminek elején viszont a házigazda talált be Kulesov óriási bombájából. A vezető góltól lendületet kapó Jeges Medvék aztán először lövei remek helyzet kihasználásának köszönhetően, majd a kihagyását követően visszatérő Matyasovszki góljával növelték tovább előnyüket. Ezek után bő 3,5 perccel a vége előtt alakult ki a végeredmény, Szatmári lövésébe még beleért a kapu előtt Kulesov, a kapusnak pedig így esélyesen volt. A DVTK Jeges Medvék 5-1-es győzelmét követően pedig így értékelt az elégedett hazai szakvezető. Úgy gondolom, ez volt eddigi legjobb produkciónk, egy nagyon jó csapatot vertünk meg ezen az estén. Sok nehézséget okoztak nekünk, már az első harmad is nagyon kiegyenlített játékot hozott. A második harmad első szakaszában is nagyon jól játszottak, de játékosaink erre nagyon jól reagáltak, beleálltak a mérkőzésbe. Egyre több ütközést nyertünk meg, és innen fordult jó irányba számunkra a mérkőzés. A csapat nyert, mindenki hozzájárult a sikerhez, a fiatalok az akadémiáról és azok a játékosok is, akiknek még új ez a liga. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Foglalta össze a győzelem okait a szakember, akitől a Jeges Medvék szezon rajtjáról is érdeklődtünk. Minden edző mindig többet szeretne látni, de ami tényleg elégedetté tesz, hogy minden nap jobbak vagyunk. Még mindig nagyon hosszú az út, ami előttünk áll. A védekezésünket jobbá kell tennünk, és jobban kell menedzselnünk a korongot is. Minden nap gyakoroljuk az alapvető dolgokat is, az első passzokat, a kapura lövéseket is, hogyha kellő forgalom van az ellenfél kapuja előtt. Szóval nagyon örülök a teljesítménynek, de még nagyon sokat kell dolgoznunk. Tudtuk meg Steve Kaspertől, aki a csapatot körbevevő közegről is szólt. Igazán remek légkörben dolgozhatunk, az emberek nagyon szívélyesek, a csapat támogatása óriási. Már az első győztes meccs után megünnepeltek minket, és azt gondolom, ez azért is jó, mert önbizalmat adhat a játékosoknak. Összegezte az eddig lejátszott találkozók tapasztalatait a kanadai szakvezető. Ezt élhette át, ismerhette meg a jégen a Jeges Medvék saját nevelésű játékosa is, aki megkapta a lehetőséget, és újoncként remek produkcióval rukkolt elő. Igazából csapatként játszottunk, nagyon kemény meccs volt. Nagyon jól kijöttünk belőle, okosan játszottunk, türelmesen, és leginkább ez eredményezte, hogy megnyertük ezt a meccset, és helyzeteket tudtunk kialakítani. Pedig nagyon bekezdett a címvédő, ám erre nagyon jól reagált a DVTK. Igen, nagy nyomás alatt könnyebben tudunk valamiért játszani, és egyszerűen most is ez jött ki ezen a meccsen is, hogy nagyon jól játszottunk az első harmadtól. A második harmad elején volt egy kis megingás, de ki tudtuk javítani igazából, és nagyon jól jöttünk így a este végére. Az egy kulcs, hogy fiatalként sem szabad megilletődni semmiképpen, hiszen akkor nem tudod magadból kihozni azt, amit igazából tudsz. Magabiztosan kell játszani, és egy csapatként ez a kulcs az egésznek igazából.
De még talán a Gyergyó legyőzésénél is emlékezetesen marad a Dunaújvárosi jégen lőtt első Erste Liga találat. Igen, nagy emlék marad, az biztosan. Egész életemben fogok rá emlékezni, és nagyon boldog voltam utána. És köszönöm szépen az egész csapatnak, hogy itt lehetek, és mindenkinek, aki támogat. Milyen tanácsokkal segíti egy fiatal tehetség első lépéseit a felnőtt jégkorongban egy olyan kimagasló edzői és játékos múlttal rendelkező szakember, mint Steve Kasper? Megemlíti a rosszakat is, viszont mindig próbálja kijavítani, és nem csak próbálja, hanem ki is javítja ezeket. Nagyon sokat videózunk, edzések előtt, után, meccsek előtt is, és mindig instruktálva vagyunk minden helyzetben, és akkor is, hogy a jó dolgokat csinálunk, akkor is, hogy nem. Sportműsorunkkal egy időben már a soron következő találkozóját teljesíti a DVTK Jegesmedvék, ezúttal idegenben az Újpest otthonában, amit majd egy újabb hazai rangadó követ, hiszen pénteken 13-án a Budapesti Jégkorong Akadémia Hoki Klub érkezik majd a Népkerti csarnokba. Komoly felkészüléssel a háta mögött immár új néven. DVTK Ongropak elnevezéssel kezdi meg szereplését majd október 15-én a Női Röplabda Extra Ligában a Miskolci együttes. A felkészülési periódust lezáró utolsó edzőmérkőzését pedig az Újpest ellen teljesítette a piros-fehérmezes csapat. Itt készült a 2023-24-es szezonra vonatkozó összefoglalunk. Érkeznek a DVTK játékosai az edzőmérkőzésükre, amit az UTE ellen teljesítettek. De ez nem egy átlagos gyakorló meccs volt, hanem a felkészülés lezáró, az Extraliga rajtja előtti utolsó erőpróba volt ez az egyik közvetlen rivális ellen. A DVTK arénában rendezett találkozó a két fél megállapodása nyomán egy speciális lebonyolítású meccs volt, ugyanis 4 szedben állapodtak meg a felek. A bajnoki főklubának nevezhető eseményen a piros felsőben szereplő DVTK többször megvillantotta azt, amit a vezetőedző majd látni szeretne csapatától az Extraliga küzdelmei során. Mindkét csapat erős volt, szép dolgokat láthatunk a hálónál, mind védekezésben, mind támadásban. Az ilyen felkészülési mérkőzéseken nem igazán az eredmény, hanem a mutatott játék elsősorban, ami fontos, így például az is, hogy volt, amikor 9 pontos hátrányt is ledolgozott a DVTK szetten belül és egyenlíteni tudott. Az értékeléseket mindjárt hallhatják, de az is elmondható, hogy utólag bizonyosan egyik csapat sem bánta, hogy egymás ellen zárták le az előszezont, hiszen minden pontért meg kellett dolgoznia mindkét félnek. Természetesen láthattak még az edzők javítani valót, de az is biztos, hogy ígéretes dolgokat is, ugyanis kiderült, van tartása, nem adja fel a nehéz helyzetekben sem a DVTK. Gratuláltam az ellenfél edzőjének is, mert az elmúlt 4 napban kétszer játszottunk egymás mellett, és mind a kétszer, bár 4 szedben, ugye ez nem reális végeredmény ugye egy röplabdába, de ugye 4 szedben állapodtunk meg. Mind a két mérkőzés egy éles 2-2 végeredménye, és azt arra enged következtetni, hogy mind a két csapat azért hasonló szintet képvisel. Én úgy gondolom, hogy helyenként mind a két csapat, és ezt tényleg mind a két csapatra tudom mondani, helyenként magas színvonalú röplabdát tudunk játszani. A másik oldal is, meg a magunk oldal is, de inkább fókuszáljunk a sajátunkra, és egy fiatal csapat. És azon kell dolgoznunk, hogy ezeket a hullámhegyeket, hogyha lehet ilyet mondani, akkor minél tartósabbá tudjuk tenni, és akkor tudunk majd arról beszélni, hogy kontroll alatt tudunk tartani egy mérkőzést. Most még ez korból, tapasztalatlanságból fakadóan, ez még nincs meg, ez még nem jellemző ránk, inkább ez a hullámzás jellemző ránk, de én úgy gondolom, hogy majd a pályán töltött percek, az együtt töltött idő és a rengeteg elvégzett munka majd az fogja eredményezni, hogy majd a bajnokságnak azon szakaszában, amikor tényleg döntő periódusba kerülünk, akkor készen fognak lenni. Már taktikailag, szakmailag, fizikálisan készen állnak. Még úgy gondolom, hogy egy picit mentálisan kell elhinniük magukról, hogy ők erre tényleg képesek és tartósan képesek. Az első szedben az a nagyon nyögvényelős kezdés, az tényleg mindent csináltunk, csak azt nem, amit gyakorlunk edzésen. Az első olyan mérkőzésünk, egy olyan komoly ellenféllel, akivel meg fogunk küzdeni a bajnokságon, ráadásul hazai pályán, és az a pályán mindenki egy picit görcsösebb az első fellépésnél. Mindig mondom, hogy ez nekünk olyan, mint egy színház, és azért ugye minden színésznőnek az első fellépése az lámpalázas. Így volt ez ma is, elég nyögvenyelősen, olyan dízelmotorosan indult ez a gépezet. De aztán szépen elkaptuk a ritmust, és tényleg én csak azt kérem mindig, hogy adják ki magukból, ami van. Ebben az utolsó szedben tényleg taktikailag bele kellett nyúlni, egy kicsit emocionálisan bele kellett nyúlni, hogy elhiggyék, hogy meg tudják csinálni.
elhiggyék azt, hogy nem fog tudni innen az Újpest győzelemmel támadni, ez nagyon fontos ugye a mentális tényezők miatt a bajnokságra nézve. És megcsináltuk. Tehát, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy tényleg 22-23 éves játékosok és még fiatalabb játékosok alkotják a csapatot, ezeket meg kell élni, ezeket meg kell tanulni, és pontosan erre jó egy ilyen hosszú felkészülés, azokba beleszúrt edzőmérkőzések, hogy mire oda kerülünk, addig tapasztalják meg a jót is, meg a rosszat is. Én mindig mondom nekik, hogy a legnagyobb tanító az a hibázás. Tehát, hogyha hibázunk, abból lehet a legjobban tanulni, mert azt kell kijavítani. És ha arra törekszünk, hogy azt kijavítsuk, látszódott már a mérkőzésen is, hogy rengetegszer volt az, hogy lehajtottuk a fejünket, nem szabad. Azonnal, hogy egy nagyon gyors játékról és gyorsítva történő játékról beszélünk, nekünk rögtön kell megoldást találni, hogyha lehajtjuk a fejünket, az a másik 2-3 pontot majd eredményez magával, amit elveszítünk, és ilyen szinten már, amit majd az Extra Liga követel, 2-3 pontos előnyben a csapatok általában beszokták vinni ugye a győzelmet. Itt van erre az ellenpélda az utolsó szedben, mert szépen visszakapaszkodtunk, de igencsak nagy erőket kellett megmozgósítani ahhoz, hogy ezt az utolsó szettet megnyerjük. A meccsre úgy jöttünk ki, hogy nekünk a maximumot kell nyújtani, ugyanis minden meccsre így állunk ki. És nagyon fontos dolog volt még az, hogy mentálisan a helyünkön legyünk. És ezzel adódtak egy-két gondok, de úgy gondolom, hogy a végére sikerült ezt szednie magát a csapatnak, és jó energiával zártuk így a meccset. Igazán változatos, hasznos mérkőzést játszott a csapat, hátrányból is visszajött, és amikor előnyben játszhatott, azt a szituációt is jól menedzselte az együttes a 2-2-re végződő találkozón. Ebből látjuk, hogy mi a mi gyengeségeink, illetve az erősségeink, tehát ebből tudunk tanulni. Ugye a legfontosabbak ugye ebben az időszakban ezek a felkészülő mérkőzések, ugyanis, mint mondtam, hogy ezekből látjuk, hogy mik a hibáink, és miket tudunk még javítani ezeken a dolgokon. Miután az érme mindkét oldala nagyon fontos, mi volt az, ami viszont egyértelműen a jó dolgok közé volt sorolható? Az energia, hát mondjuk igazából az is ilyen hullámvölgyes volt, de azt gondolom, hogy és végre az is sikerült így azt elindítani a csapatot, illetve azok a taktikai megbeszélések, amiket az edzőnk elmondott az öltözőben, azokat is sikerült végrehajtani. Tekintve, hogy lezárult az Újpest elleni mérkőzéssel a felkészülési időszak, milyen út vezetett idáig? Mindig meg tudtuk fejelni az előző mérkőzéseken mutatott játékot. Persze volt, ahonnan nem volt nehéz, mert ugye azért voltak olyan időszakok, amikor elkezdtük az edzőmérkőzéseket játszani, akkor nagyon terhelt állapotban voltak. Mi megpróbáltunk egy olyan 11 hetes, 10 hetes, inkább úgy mondom, hogy 10 hetes felkészülést felépíteni. Megpróbálunk a kellő magabiztossággal, kellő tudásunkkal a legjobban felkészülni, és minden mérkőzésnek úgy neki menni, feljutni csapatként, hogy az oroszlán bajcsát kell megrángatni, akkor azt fogjuk megrángatni, és hogyha ha pedig lesz esélyünk, és már pedig sokszor lesz esélyünk győzni, akkor pedig sokszor fogunk győzni. Próbálunk egy stabil helyet kialakítani a szezonba, viszont nem szeretném elárulni. A célkitűzésekkel kapcsolatosan kissé titokzatos DBTK-t tehát október 15-én a Balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen kezdi meg szereplését az Extra Ligában 19 órás kezdéssel a DBTK arénában. A folytatásban vízilabda, egészen pontosan a magyar sikersporták hátterével, az utánpótlás történésekkel. Még konkrétabban pedig a gyermekbajnokság idei alapszakaszában az első forduló eseményeivel foglalkozunk. Az első fordulónak Miskolc, a Selyemréti Strandfürdő adott otthont, ahol két helyi csapat is a medencébe csobbant. Szombaton gyermekzsivajtól volt hangos a Selyemréti Strandfürdő medencéje, ugyanis az U13-as korosztály számára kiírt észak-kelet területi gyermekbajnokság első fordulóját rendezték meg. A hadcsapatos csoportban a sorsolás értelmében minden együttes két találkozót teljesített, a rendező házigazda pedig az Aquatics úszásoktató vízilabda SC Miskolc csapata volt. Rajtuk kívül a város másik csapata a Panergy Miskolci Vízilabda Klub, Kazinc Barcika, a Zempléni Vízilabda Klub, az Aqua Ese Nyíregyháza és a Pilisvörösvár Oxigén együttese vett még részt. A most látható bajnoki találkozón pedig a Fekete Sapkás Panergy Miskolci Vízilabda Klub és a Zempléni együttes találkozott. De ez a Fekete Sapkások számára már a második meccs volt, a területi bajnokság mellett az országos kiírásban is szereplő Miskolci Vízilabda Klub
32-2-re legyőzte Kazincz Barcika U13-asait. A most látható zemplini riválissal szemben pedig 22-5-ös sikert értek el a miskolci pólós növendékek. Őszintén megmondva nem volt annyira nehéz, mindenkinek volt jó meg rossz dolgai, de összesítve jó volt. A sorsolás értelmében a forduló első két mérkőzését Mor és társai vívták, ami egyrészt azért fárasztó lehetett, de sikerült nekik nagy arányú győzelmeket elérni. A Mikiben mondta, hogy három dologra figyeljünk oda, a szoros emberfogásra, jó passzokra, és összeszedetten játszunk. És ez sikerült? Hát szerintem sikerült. Volt egy-két hiba, ugye, ahogy már mondtam, de jó volt. Igazából arra kell figyelned, hogy a kisebbeket ki tudsz szolgálni, meg a passzokra, ahogy már mondtam, a megúszásokra, meg az ilyen dolgokra. Hogy ugye jobb vagy az ellenféltől, ne ússzon meg róla, jól védekezzél. Ezekre a dolgokra kell odafigyelni. Már régóta ugye együtt edzünk, nincs nagyon olyan, hogy más csapatokból jönnek, már ismerjük egymást nagyon jól, meg ugye minden nap edzünk ugye együtt, és így jobban mennek a dolgok. Két nagy arányú sikerrel rajtolt tehát a csapat. Mi a terv egy ilyen kezdést követően a folytatásra? Ugyanígy próbáljuk odafigyelten megnyerni a meccseket, és az első, ahogy mondta, edzővá is. Nekünk ez az északkeleti bajnokság ez azért jó, mert azok a gyerekek, akik kevesebbet játszanak az országos bajnokságokban, vagy egyáltalán nem jutnak szóhoz, most ez legyen azért, mert mondjuk fiatalabb, vagy ő nem jár annyi edzésre, kicsit le van maradva a többiektől, szóhoz tudnak jutni ezekbe a bajnokságokba. Nyilvánvalóan, mivel nincsen több száz gyerekünk, ezért olyan gyerekek is szóhoz jutnak, akik egyébként játszanak magasabb osztályokba, akár a Budapest bajnokságba, akár az országos bajnokságba. Tehát így együtt, így egy egyveleget alkotva én azt gondolom, hogy igen, nekik kötelező ilyen mérkőzéseken is a maximumot nyújtani. Én mindig azt mondom nekik, hogy lehet, hogy ez a mérkőzés nagy különbségű, de a következő lehet, hogy egy szoros mérkőzés lesz, és ugyanúgy oda kell figyelni minden egyes lövésre, minden egyes védekezésre, minden egyes passzra, mert lehet, hogy egy szoros mérkőzésen ez mondjuk ponton vagy pontokon múlhat, vagy az akár ugye a gyereknek a fejlődésén. A szezon elején vagyunk, nagyon sok gyermeknél még nem is láttam, hogy gyakorlatilag két meccsen hogy teljesít. Most ugye ez is megtörtént. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki vízbe került, legjobbját nyújtotta. Remélem, hogy ugyanezen az úton tudunk tovább haladni. Különül örülök, hogy itt lehettünk innen a selyemréti strandfürdőbe. Ugye hát azért most így dél van, fél egy, most már azért nagyon jó idő van, 20 fokot is megüti a hőmérséklet. Én azt gondolom, hogy ez minden szülőnek, minden gyereknek egy élmény, hogyha nyitott uszodában jó levegőn vízilabdázhat. És hát nyilván nekünk nem titkolt szándékunk ilyen eredmények után, hogy első helyen zárjuk. Jöjjön a másik oldal értékelése is, hiszen a zempléni gárda veresége ellenére is igyekezett fegyelmezetten pólózni és végig helytállni. Egy picikét nehéz volt, és kéne több edzésre járnunk. Tömören, röviden ez volt tehát a lényeg, de mi azért egy-két részletről is érdeklődtünk a mérkőzés kapcsán. Konkrétabban mi volt a meccsterv, az edzői utasítás? Hamarabb elindulni hátrafelé és gyorsabban. Nem jöttek mindig össze? Nem. Sajnos. Mi volt az oka? Elfáradt a csapat picit? Elfáradtunk nagyon ez alatt a meccs alatt. Egy picivel több gólt akartunk lőni, és hát sokkal többet edzeni. Ez a találkozó nem sikerült, de Bendegúz elmondta kérdésünkre, hogy mi csapata erőssége. Úgy játszunk, mintha egy család lennénk, és mellette nagyon jól összebarátkozunk. Nem szeretnék kifogásokat keresni, meg nem is akarok. Itt hát nyilván, ahogy mondtad is, a fáradtság az, ami eldöntötte ezt a mérkőzést. Az első két negyedben viszonylag egész jól tudtuk magunkat tartani, ott még működött, amit megbeszéltünk. Csak hát sajnos nekünk is a hét elejétől volt még csak uszodánk, mivel sátorfelrakási munkálatok voltak, ezért nekünk is megnehezítette ez a szezon előtti kezdést. Két hétig nem tudtunk csak egy másik medencében edzeni. De ezen dolgozunk mindentől kezdve, hogy ez minél jobb legyen. Négy korosztályba indultunk el
kicsiktől a egészen a legnagyobbakig. Hál' Istennek kezd kialakulni az az újfajta struktúra, ami mentén elkezdtünk dolgozni. Specifikusan, kimondottan erre próbáltuk meg kihegyezni az újfajta edzésmódszert, meg nyilván lábtempó, tehát a fizikai igénybevételt is egy kicsit növelni, hogy ezáltal is a meccsek végére ne fáradjunk el ennyire hamar, mint amennyire ez itt is látható volt. Sajnos nálunk is a Zemplénben elég jellemző az, hogy sok sportág lett itt hirtelen, tehát Sátrója, Sáros patakon több, szinte majdnem minden sportár megtalálható, ami országos szinten jelen van, és hát ez nyilván megnehezíti a munkánkat, de azon vagyunk, elkezdtük a toborzót most szeptembertől, hála Istennek azért az a tendencia, hogy jönnek a gyerekek, és hát most ezt szeretnénk kihasználni, hogy minél több gyereket tudjunk az összedába behálózni, és lehetőség szerint minél hamarabb játszanak majd ők is ezeken a mérkőzéseken, az a célunk. A zempléni csapat másik találkozóján a szintén országos bajnokságban szereplő Aqua Nyíregyházában játszottak, és egy szoros mérkőzésen 16-12-es vereséget szenvedtek. Ez a felvétel pedig már a feketében szereplő Aquatix úszásoktató és vízilabda SC a másik miskolci együttes bajnokián készült, az ellenfél pedig a sárga sapkás Aqua SE Nyíregyháza volt. Az országos bajnokság mint egy előszobájának tekinthető észak-keleti területi gyermekbajnokságban még szerepelhetnek együtt lányok és fiúk, de például a következő évtől már nem. De nem akármilyen pólós lányokról van ám szó, hanem, ahogyan az elhangzott már, országos bajnokságban szereplő ifjú játékosokról, kiegészülve persze fiúkkal. Bár a miskolci kapus végig nagyon jól védett, a mezőny egyik legjobbja volt, de még így is 14-6-os nyíregyházi győzelem született a bajnokin. Nagyon sok védelmi hibánk volt a védelemen, azért stabilizálni kéne, kicsit gyakorolni kéne edzéseken is. Szoros emberfogást kéne gyakorolni, az, hogyha 6 méteren kívül van szabaddobás, akkor nyugodtan röljük rá, mert vannak olyan játékosaink, akik ezt simán meg tudják csinálni. A centerezés még jobban meg kéne tanulni, mert az nem nagyon ment a mérkőzésen. Egyszer-kétszer eszünkbe jutott, amikor Oldi mondtam a csapattársaimnak, az a baj, nem nagyon hallják. Úgyhogy igen, a centerezés kell inkább gyakorolni meg a védekezést. Én úgy gondolom, hogyha megtanulnánk jobban úszni, vagy egy kicsit többet úsztánk, akkor szerintem jobb lennél, meg hogy le tudnánk fordulni. Mert nem nagyon ment. Egy-két játékos már úgy kapizsgál, de meg kéne tanulni az egész bendeg, és akkor úgy gondolom, hogy nagyobb szintre is emelkedhetnénk. A jó teljesítmény nyújtó bendegúsztól rákérdeztünk arra, hogy már az elejétől egyértelmű volt, hogy ő kapus lesz. A menet közben alakult, ugyanúgy 2 éve vagyok ebben a sportban, és kb. Másfél-egy éve vagyok kapus. Nagyon sokat tettem, hogy ide eljuthassak, rendszeresen hetente 4-3-szor lejártam edzésre, még külön edzésre is jártam, és ennek meg is lett a gyümölcse, mivel hogy szeptemberben az Egerhez mentem próbajátékra. És hát azt mondták, hogy egy fél év múlva menjek vissza, még egy kis erőlétet kell fejleszteni, mert az nagyon nincsen, úgyhogy azt kell még fejleszteni. Az biztos, hogy a nyilatkozat adással nem lesz gondja majd a miskolci pólósnak, de az is biztos, hogy nagy kár lenne, ha a hevesi szomszédokat erősíteni a tehetséges kapus. De most nézzük, halljuk, az ellenfél legjobbját, ő hogyan látta a találkozót. Átbeszéltük a dolgokat, de igazából úgy vagyok vele, hogy ez volt az első meccsünk így a csapattal. Szerintem amúgy jól játszottunk, jól védekeztünk, úgyhogy szerintem amúgy jól játszottunk. Már így a végére már tök jól összejátszottunk, meg így be is mentek a gólok, labdákat szereztünk, szerintem ügyesek voltunk. Én nagyon izgulós fajta vagyok, a többieket nem tudom, de én nagyon izgultam, mert igazából minden meccs nekem egy ilyen, mintha nagyon tétre menne, de igazából úgy kell ezt felfogni, mintha edzőmeccs lenne, én próbáltam így nyugtatni magamat. Az országos bajnokságban már csak lányokból áll a csapat, de ebben a kiírásban még vegyes együttesek is szerepelhetnek. De a lányok mindkét bajnoki kiírásban helytállnak. Mi az egyesületen belül is sokat vagyunk fiúkkal, mert ugye mi vagyunk az egyetlen lánycsapat, és hogy rengeteget voltunk fiúkkal, volt, hogy fiúkkal együtt edzettünk is, nyáron is, és évközben is, tehát úgy vagyok vele, hogy ez szerintem már teljesen normális. Sok meccset játszottunk tavaly is, tavaly előtt is, úgyhogy
nyilván van olyan, hogy mind a két hétvége, hónapokban is, hogy több hétvége van az, hogy mind a két nap meccs, vagy egy nap meccs, de én nagyon szeretem ezt az egészet csinálni, úgyhogy nekem ez már teljesen megéri. Nekünk ez az első meccsünk, hát edzőmeccseket játszottunk már, tehát az első éles meccsünk ebben a korosztályban, és a gyerek ketteseknél ugye most én a lányokra helyezem a hangsúlyt, mivel jövő héten országos lány gyermek kettes bajnokságban benevezett a Nyíregyháza, és abban fogunk elsőként játszani. Komoly erőpróba lesz az is, és akkor ezt én úgy terveztem, hogy ez a két mérkőzés a jövő heti felkészülés szolgálja. Na hát elterveztünk nagyon sok mindent, hát nem jött össze. Főleg az első negyedben szanaszét volt a csapatom, kellett is egy pár perc még összerázódtak, meg fejben eldöntötték, hogy most mit is akarnak csinálni, és utána már meg is hallgatták ugye, amit én kértem tőlük, és be is tartották. És az első negyed után, ugye, ami 4-4 volt, azt hiszem, utána szépen el tudtunk menni az ellenféltől. Nagyon ügyes kapusuk van, nem találtuk az ellenszerét annak a srácnak, aki védett náluk. Dolgoznunk kell még, főleg a lövéseken, a helyzetkihasználásokon, mert annyira sok helyzetünk volt, nagyon sokat lőttünk kapura is. Nem tudom a százalékokat pontosan, de meg fogom nézni. Azt szerintem azon feltétlenül javítanunk kell. Hála jó Istennek nekünk a városban, ugye a nagy uszoda, ami most épült 3 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, nyitva maradt. Volt egy időszakos leállásunk, egy hónap, de utána, tehát azért nagyon sok gyerek megfordul, és külön támogatást is kapott a város. Úszó nemzetprogram van nálunk is, már most Miskolcon is van, de nálunk már több mint másfél éve megy. Úgyhogy nagyon sok gyerek fordul meg nap mint nap az uszodába. Az Aqua esélyre visszatérve pedig, hála jó Istennek, nagyon nagy létszámmal dolgozunk. Több mint 300 gyerek edz nálunk különböző korosztályokban, országos csapatunk indul a A2-ben, lányvízilabda van, és az úszás oktatás, tehát a legkisebb, a bébi csapatunk 2 fog indulni a korosztályos bajnokságban, és nagyon sok gyerek jár úszás oktatásra hozzánk, és onnan tudunk válogatni, szemezgetni, és átsábítani őket vízilabdára, tehát az úszó vagy a vízilabda előkészítő csapatunk is nagy létszámban működik. A nyíregyházi csapat második mérkőzése a Zempléni Vízilabda Klub ellen tehát 16-12-es győzelmükkel ért véget. Most pedig a forduló házigazdájának tekinthető Miskolci Gárda értékelése tervei háttere lesz terítéken. Igazi első meccsnek tűnt ez, de természetesen a mi játékosainknak egy picit az edzése nehézségbe ütközött az elmúlt évben. Ugye mi itt kezdtük a vízilabda oktatást a Selyemrét úszodában, aztán sajnos az energiaválság miatt ugye itt egy évre bezárt, és nekünk másik városba kellett járni edzeni. Ezért elég sok játékosunk itt hagyott minket, és ez a mag, aki itt maradt, ez a kis mag, ezzel tudtunk edzeni egy másik városban, majd mikor megnyitott nyáron, akkor az egész nyarat végig tudtuk szerencsére edzeni. Most jelenleg ezt az erőt képviseljük, a következő mérkőzés remélem, hogy sokkal jobb lesz, meg majd évre, hónapról hónapra azért csak sokkal jobbak leszünk, és ebben a régiós bajnokságban, ebben a csoportban azért egy éremre számítanánk az idény végén. Ezt a 23-24-eset itt Miskolcon 45 gyerkőccel kezdtük meg, tehát ennyien maradtak nekünk a 135-ből. Vannak még nekünk amúgy Encsen is egy bázisunk, ott 116 gyerekkel foglalkozunk, úszásoktatás és vízilabda oktatással. Őket próbáljuk beépíteni a vízilabda csapatba, akik már úgy érdemesekre is tudnak játszani, ma is volt egy encsi gyerkőc. Szerencsére, akik a bezárás előtt jártak hozzánk, most kezdenek visszaszivárogni, úgyhogy nő a létszámunk majdnem minden hónapban, 1-2-3 fővel, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Mi azért egy kisebb csapat vagyunk itt Miskolcon, akik a vízilabdával foglalkoznak. Nekünk elsősorban a gyermekek egészséges életmódja, sportoljanak, ez a legfőbb cél, de ha vannak tehetségek, már pedig van 1-2-3 olyan tehetséges játékosunk, akiket a tehetséggondozó programba és a régiósba vele fogunk tenni, akkor őket mindenképpen erre inspiráljuk, és hogyha majd 2-3 év múlva esetleg olyan tehetségek, akkor egy nagyobb egyeset még nagyon szívesen tovább fogjuk őket adni. Tehát nekünk igazából az utánpótlás nevelés ezzel a szinten a fő célunk.
Hát a régiós bajnokságban ezzel a korcsoporttal egy éremszerzés, a kisebbekkel pedig hát ott a második és az első helyet azért szeretnénk megszerezni az U10-es korcsoporttal, és ugye van még nekünk egy U8-as korcsoportunk, ott nem számolják még az eredményeket, ott csak a játék szeretete. Egyelőre ezen az éven ennyi a célunk. Az Aquatics Miskolc a másik bajnokián Pilisvörösvárral nyerte össze a rejét, és 21-5-ös vendégsiker lett a vége. Az Északkeleti Gyermekbajnokság második fordulójának is Miskolc, pontosabban a Panergy Miskolci Vízilabda Klub lesz majd a házigazdája. Az ifjú pólósok november 4-én vívják újabb küzdelmüket. Önök az elmúlt percekben a Miskolc Televízió heti sport összefoglalóját látták. Sportpercekkel egy hét múlva várjuk majd Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!